Gyerekzsivaj Szentlőrincen a március 15-e téren szombat délelőtt Farkas Lajosné két unokájával érkezett a Baranyai Város új játszóterére. Hát ez nagy öröm, ez már nagyon kellett a gyerekeknek. Nagyon, igen. Régi terve valósult meg az önkormányzatnak a városi játszótér megépítésével. Az új létesítmény bárhol Európában megállná a helyét, mondta a hivatalos átadón Szentlőrinc polgármestere. Ez egy tematikus játszótér, tehát a különböző korosztályok megtalálják itt a lehetőségüket, illetve mozgáskorlátozott gyerekek is tudják használni. Nagyon fontos az, hogy a szülő, a gyerek, csak a nagyobb testvér is ugye együtt tud itt lenni. A beruházás 155 millió forintba került, és ez egy topos pályázat volt, a megyei önkormányzat támogatása is benne van. A forgók, mászókák, csúszdák és hinták mellett felnőtteknek készült szabadtéri erősítő eszközöket is telepítettek, valamint techbólasztalt, illetve aszfaltozott kosárlabdapályát találhatnak a 6000 négyzetméteres területen a családok. Térfigyelő kamerákat tettek ki, hogy megóvják a nagyértékű beruházást a rongálóktól. A lámpák pedig napelem panelekkel működnek a Szentlőrinci március 15-e téren.